Új lendületet vett a gödöllői futball utánpótlás képzés. Az egykori gödöllői Góliát, amelyből számos válogatott labdarúgó került ki, ma már gödöllői Bikák néven az MTK Budapest regionális partnereként működik. Új felállásban, de a régi célokért dolgoznak. Több mint 500 gyerekkel próbálják megszerettetni a labdarúgást. Mi elsősorban gyerekeket nevelünk, nálunk az eredményesség abszolút nem meghatározó, és én úgy gondolom, hogy az egész labdarúgásnak erről kéne igazához szólni, de én úgy gondolom, hogy az MLS-nek is ez a fő iránya, hogy nem csapatokat akarnak, hanem igazából ütőképes, vagy egyszerű ütőképes magyar válogatottat akarnak összehozni azokból a kis műhelyekből, vagy azokból a nagyobb műhelyekből, ahol most ezek a szakmai munkák folynak, és én azt gondolom, hogy nem lehet mindenhonnan csapatot elvinni. Mindenhonnan ki kell venni azt az egy tehetséges gyermeket, akivel majd később a nagyobb felnőtt időszakban majd csapatot lehet igazából csinálni. Az egykori gödöllői Góliát FC-ből olyan későbbi válogatott labdarúgók indultak, mint a Ferencvárost erősítő Lovrencsics Gergő és Varga Roland, vagy az újpesti Simon Krisztián és Nagy Dániel. Egy kisgyereket sok mindennel meg lehet fogni, de a legfontosabb az, hogy egy olyan közegbe érezze meg, ami biztonságot nyújt neki. És én úgy gondolom, hogy a biztonságot az edzőinknek a hozzáállása, a pedagógiai érzéke azt szerintem megadja. Bár a gödöllői nagypályás labdarúgás a legszebb időszakát még a 90-es évek elején, közepén élte sorozatban három másodosztályú idénnyel, mégis szülők tucatjai hordják Budapestről vagy akár távolabbról is a klub edzéseire a gyermekeiket. Már kiskoromban elkezdtem, és a bátyám is ezt csinálta, apukám is, és azért én is itt elkezdtem, hogy milyen lesz, és tetszett, és azért versenyszerűen elkezdtem csinálni. Jók az edzők, jók a társaim. Először támadó voltam, aztán mivel jól tudtam szerelni, meg lestem a passzokat, így lett belőlem védő. A centerpálya kissé bogárhátú, de mint mondják, legalább remekül lefolyik róla a víz. A főlelátó korlátját frissen festették, és hamarosan a támogatók hirdető táblái is megérkeznek. De nem ez lesz a legfőbb változás a klub életében. Mi úgy fogalmazunk, hogy mi most léptéket váltottunk, ez vonatkozik az egyesület felépítésére is, illetve remélhetőleg a létesítményre is. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a meglévő pályák mellé egy öltöző klubház komplexum is ide kerüljön, aminek megvannak már a tervei, illetve látványterve is van. Nagyon remélem, hogy ez a jövő évben valamikor elkészül, mert nagyon fontos, hogy klubéletet tudjunk élni. Tehát az még nagyobb motiváció azoknak a gyerekeknek, szülőknek, akik hozzánk járnak. A gödöllői SK keretein belül működő Bikák csapataiban jelenleg 350 igazolt fiatal játszik, a település óvodáiban pedig további 200 kicsivel foglalkoznak. Őket nem feltétlenül a futballra, de mindenképpen sportos életmódra szeretnék nevelni. Nagyon fontos számunkra, hogy mi nem Gödöllőnek a sportegyesülete vagyunk, hanem a régiónak a sportegyesülete. Alapból az U12 alatti korosztályok, ami a fókusz számunkra, egyértelmű, hogy oda próbáljuk a környékből azokat a tehetségeket bevonzani, akik azt gondoljuk, hogy kinőtték azokat az egyesületeket, ahol nevelkedtek. Viszont nekünk a feladatunk, sőt mondom a felelősségünk, hogy amikor minket kinőnek, és általában ez ilyen 12 éves korban van, akkor mi őket ugyanúgy, ahogy mi elhozzuk a környékbeli egyesületektől, mi továbbadjuk olyan akadémiáknak, akik egyértelműen fölöttünk vannak. A részemről nagy badalság lenne az, hogy már lehet igazából látni, hogy kiből lesz válogatott labdarúgó. Egy nagyon sok összetevője van, hogy ki milyen karriert fog igazából befutni. Ez lehet a gyerek személyisége, ez lehet a szerencse kérdése, ez lehet az, hogy esetleg a pályafutásán milyen sérülések befolyásolják azt, hogy ő hova fog igazából eljutni. Mindig mindenhol mondják, hogy nagy tehetségeink vannak, hátszánk nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Minden évben nagyon sok gyermeket visznek el tőlünk magasabb klubra. We'll be right back.